Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, amikor nem fogadják meg a tanácsom az ingatlan befektetők. A Dénes barátommal megírtuk a Gerillák az ingatlan piacon című könyvünket. Most még szeptember 30-ig itt alattam, vagy akár fölöttem, kedvezményes áron meg tudod vásárolni, és egyébként nagyon érdekes dolgokat írunk benne, és ténylegesen megmutatjuk neked, hogy hogyan tudsz ténylegesen nulla forintból, nulla kapcsolattal felépíteni egy komolyabb ingatlan vagyont. Ezt azért gondoltam, mert nemrég konzultáltam egy hölgyeménnyel, lehet, hogy nézi a videót, és nagyon érdekes, hogy én hiába most tudom elmondani neked, hogy te mit csinálj, mert én el tudom mondani, hogy figyelj, én ebből így meg így tudok kijönni ebből a helyzetből, és tulajdonképpen a nyertese tudok lenni. Amikor ott lőtték el a dolgot, hogy ők akarnak vásárolni ingatlant, viszont ők a motivált vevők. Egyébként szerintem az eladók is nagyon motiváltak, csak ők annyira motiváltak, hogy ők ezt nem látják, és mikor mind a kettő motivált ilyenkor általában, mondjuk úgy, hogy a vevők nyernek. Tehát azt jelenti, hogy szinte alkó nélkül el tudják adni az ingatlanukat, holott pontosan befektetőként, és most befektetésről beszélünk, mert az az ember, mikor, hogy hú, venni akarok egy rózsadombi ingatlant, és teljesen vele szerettem, ott akarok lakni, ott akarom leélni az életemet, ez meg azt mondom, belefér, saját cél, azt csinálsz, amit akarsz, tehát nem befektetésként nézed. De abban a percben, hogy neked megvan oldva az alapszükségleted, a lakhatása, pénztől kezdve megvan minden, és akkor azt mondod, hogy te ingatlan befektető akarsz lenni, és befektetési célból akarsz ingatlant vásárolni, ott már viszont a motiváltság nem igazán fér bele, ott le kell ülni, ki kell számolni, egyébként ők is kiszámolták, hogy fel ennyibe kerülne, akkor lenne ez jó, akkor mondtam is neki, hogy a fele, akkor csak a felét ad neki oda, tehát tegyél ajánlatot a felére, de írásban, és akkor hagyd ott fel neki postán, mert ők azonnali választ várnak, tehát ezekből a helyzetekből ments ki magad befektetőként, nincs azonnali válasz, figyelj, átgondolom, visszamegyek, hívok szakértőt, megnézzük, tehát egy picit lehet ezt, hát a komolyságát is úgymond el lehet játszani, de én úgy gondolom, hogy ne legyél motivált, és legalábbis ezt nem utasd ki. Jó, amelyik ember, amelyik fél motiváltabb, általában ő mindig veszít, és én úgy gondolom, hogy ilyenkor én bármit mondtam, és mondom, hú, tényleg jó, de nem merem megcsinálni, mert mi lesz, ha elviszik az ingatlant? Jogos kérdés, jogos félelem, akkor mi van, semmi. Tehát olyan hosszú az ember élete, mondjuk éljünk 80 évet, annyi ingatlant el tudnak előlünk vinni, hogy öröm nézni, de azt az egy párat, amit viszont megvásárolunk, lefoglalózunk, megveszünk, na ott meg kell nézni, hogy milyen paraméterek vannak, és abból tényleg jól kell tudni kijönni. És én is, hát nem azt mondom, hogy motivált vevő voltam, viszont az is tény, amikor én kezdtem az ingatlan befektetést, akkor tehát én motiváltabb voltam egyébként, mint az eladó, nyilván ő is motivált volt, ez azt jelenti konkrétan, hogy még alkotni is elfelejtettem. Tehát hiába írom össze, még nem volt meg a tudásom, hogy igen, majd alkotni, teljesen simán elfelejtettem alkotni, és bizony én telibe kifizettem az ingatlant. Ugye mellettem álltak a föntiek, mert tulajdonképpen az 30%-ért többért el tudtam adni fél év múlva. Nem emelkedett az ingatlanár akkor, csak talált egy nálam is motiváltabb vevőt. Csak hogy az ember engem akkor az motivált, hogy hú, megveszem életem első üzletét, hú, ez majd milyen jó lesz, és tulajdonképpen ezt nagyon akartam, hogy mégis van egy ingatlanom, van egy, ugye volt egy cégem, ami jól ment, és hogy itt tényleg akkor betesszünk egy irodába valakit, és akkor az már az én irodám, és akkor az tulajdonképpen léptem egyet a saját szememben előre. És ott nyilván én voltam a motiváltabb, de befektetőként, és ezt komolyan mondom, ne felejtsd el, hogy itt a számok döntenek. Tehát ne legyél motivált, ha igen, akkor titkolt. Ha én azt javasoltam nekik egyébként, hogy ha ennyire motiváltak vagytok, azzal sincs baj, akkor küldjél magad helyett oda valaki mást tárgyalni. Megmondod, hogy mi az elvárás, ő mit hozzon, és akkor szerint oda megy ő tárgyalni és letárgyalni, és akkor tulajdonképpen ők egész jól ki tudnak jönni ebből a dologból. Én voltam, hogy egyébként egy telket adtam el egy barátomnak, és én adtam el neki, tehát én segítettem neki, nem kaptam érte pénzt, hanem csak ilyen szeretetből segítettem. És ott is az volt a cél, hogy mondom, figyelj, 6 millió forintért ezt mondom, el tudom adni. Ah, nem. És akkor kaptak ajánlatot 4,5-re,
ők eladták volna 4,5-ért. Tehát ők is motiváltak lettek, hogy végre pénzt látunk, hogy ez nem most volt ugye 100 éve, végre, hogy ez a 4,5 egyébként jó pénz lett volna 4,5 is egyébként érte. Mondom, figyelj, mondom, fárasztok őket egy picit, mondom, ne válaszolj rá, gondolkozom, stb. Szép, hogy elkezdtek húzni az időt, és kiderült, hogy a vevők is azért még motiváltabbak egyébként, legalább motiváltak voltak, mint az eladók. Csak ugye én voltam középen, és ugye nem látta egyik a másikat, én viszont láttam mindegyiket, és a végén teli áron, tehát 6 millió forintért el tudtam nekik adni az ingatlant. Mindössze 3 hetes ilyen kis kifárasztásos taktikát kellett alkalmaznom, és tulajdonképpen teli áron megvették az ingatlant, vagy ez egy telek volt egyébként. És azért mondom neked is, hogy ilyenkor a legjobb, amit tehetsz, ha nagyon motivált vagy nagyon akarod, akkor alkalmaz egy közbűső személyt. Ugye ez baráti alapon ment, nem volt vele probléma, de gondolj belőle 4,5 év megállt volna nálam. Azt mondom, figyelj, adsz még egy 500 000 vagy 700, vagy a felét odaadod, amit én kihozok belőle, és akkor is még mindig többet kihozol belőle, mint amit te hoztál volna ki. Tehát több pénzed lesz belőle az én segítségemmel. És egyébként erre jók az ingatlan közvetítők is, akár mondjuk én nem vagyok az, de ilyenkor nyugodtan vedd igénybe a szolgáltatásokat, mert hidd el, hogy nyilván a jobbak, természetesen nem mindenki, de tud hozni bizonyos olyan paramétereket, amit egyébként te nem biztos, hogy tudsz, és pont a motiváltság miatt. És ilyenkor van az, amikor hiába mondok nekik bármilyen tanácsot, amit tényleg mondta, hogy hú, ez tényleg ez tök jó, amit mondok, és hú, de én ezt akkor sem merem megcsinálni. És mindössze annyi, hogy ne te menjél oda, hogy várj egy picit, írásba tegyél ajánlatot, várd meg, amíg ő telefonál. Tehát vannak ilyen kis alap dolgok, amit ilyenkor meg kell csinálni, és ha tulajdonképpen ő töri meg a csendet, akkor már ő tudom, hogy akkor ő a motiváltabb, és akkor fel lehet építeni mindent. Úgyhogy én azt mondom neked, hogy fogadd meg a tanácsomat, csak egy picit előre gondolkozz. Győrön belül mondtam neki, ha Győrön lennél, akkor besegítenék személyesen is, de hát nyilván nem fog utazgatni itt a nagyvilágba, csak azért, hogy segítsek így önzetlenül bárkinek, megvan az ára, nyilván az élhajam is korpásodik, de már nem annyira, jó. Úgyhogy igenis, próbáld a tanácsomat megfogadni, és nagyon érdekes, és zárszóként mondom neked, ezt a Bucsár Tibor előadásában hallottam, hogy a gazdagságnak van egy receptje, és pont azt kell csinálni, amikor én itt a bablevest akarok főzni, és a végén mákos tészta lesz belőle, mert úgy gondolom, hogy ez nem úgy van. Nem. Ha pont azt a receptem végigmegyek, akkor pont oda jutok. Tehát az ingatlanon belül is, hogy itt akár a Gerinek az Ingatlan Piacon című könyvünk, amiről írtuk, tehát ha azt végigcsinálod, akkor tényleg egy komoly ingatlan vagyonnal fogsz rendelkezni, nem egy perc alatt, nem 3 hét alatt, amit hirdetnek, ez azért hosszabb idő, de igen, amit a könyvben elolvasol, és ha te szóról-szóra megcsinálod, akkor oda fogsz jutni, amit mi leírtunk, és megtapasztaltunk, és mi is megcsináltunk. És ez a lényeg az egésznek, és ezért érdemes talán akárhogy is, de tanácsomat is megfogadni, mert én elmondom, hogy ebből neked hogyan lesz pénzed, és több pénzed, mint mondjuk egy átlagembernek. Jó, úgyhogy kattints itt alattam, hó végéig még a könyv akciós áron, bevezető áron megkapható, úgyhogy legyél a könyv tulajdonosa. Szia!